feldobta a TikTok egyszer, hogy itt valami emberek vannak, és én megnézem, benne van a WWT, szóval gondoltam, meg a Zungdani benne van, aztán, ja, aztán meg akartam nézni. Szóval nézzük meg. Szóváltás, veszekedés, perpatvar. Kicsit igen, kicsit nem. A Disputa egy olyan műsor, ahol aktuális témákon fogunk megvitatni, vagy itt témákat fogunk megvitatni, szabályokat szabályozott keretek között. Ilyen boxmatch, boxmérkőzés lesz, vagy mi? Ez ilyen boxmérkőzés, hogy szabályos keretek közül van? Aha, jó. A vitáknak nincsen győztese, de minden témát körbejárunk pro és kontra érvek mentén, a végén pedig az eskütcék meghozza a döntését az objektív szempontok alapján. Az első adásból megismerhették a három csapat vezetőit és tagjait, valamint az első vita témát. Milyen első videó? Várjál már, crazy! Milyen? Miről beszélsz? Milyen első videó? Melyik? Az előző adásból. Milyen előző adás? Itt van az előző adás? Itt meg lehet nézni? Hol lehet megnézni az előző adást? Itt ez az? De nem, ez nem az! Minden nézzük meg! Tök Disputa, a bemutatkozó. De miért ilyen pixeles, hogyha HD-n van? 4040 pin van! Eri, senkit nem ismerek, várjál már. Hol van a többi? Szitunk rendben. Mivel foglalkozol, hány éves vagy? Szászfai Diana vagyok, 24 éves, politológus vagyok, Boszorkból származom. Buké Gergelynek hívnak, 23 éves vagyok, jelenleg egyetemen tanulok levelező szakon gazdasági informatikát. Tessa Bigel vagyok, 24 éves, Győrbe jöttem, stand-up-ozgatók, dolgozom színházban. Dr. Surányi Noé vagyok, 27 éves. Bárkája. Mi volt a második? Rólam szerint bármikor. Ja, hát jogászként dolgozom. Jó, crazy. A nevem, ha is 20 éves vagyok. Keci, kiírják, most mondja, hogy a nevem, hogy Dorottya, Dorka. Most akkor Dorottya vagy Dorka? Ha? Most melyik, hogy az ugyanaz a a Dorottya meg a Dorka az ugyanaz? Nem. A Dorottya meg a Dorka nem ugyanaz. Nem? A Dorottya meg Dorka az nem ugyanaz. Szerintem már, mint hogy érted, szóval, hogy a Dorka nem az, hogy Dorottya, nem mindegy. De? Ugyanaz, na most várj, a Dorka és a Dorottya, na rokon nevek, mi van ide írva, hogy Dorka, Dorottyának, itt van Dorka, a Dóra és a Dorottya magyar becenevből újabban onosult név, oké, okay. Akkor majdnem, de akkor érted, akkor is ki, attól függetlenül úgy, hogy kiíratják volna, hogy Dorottya nem, ugyanaz, nem jó helyen élsz. Crazy, Ádám Görög, nagyon crazy vagy, nagyon tudod a dolgokat. Jelenleg a Corvinuson tanulok nemzetközi tanulmányokat. Víró Dominik vagyok, 25 éves, Budapesten élek és mindig is éltem, papíron bárcsendben. Attól függetlenül ki erre van én az, hogy Dorottya, érted? Gyakorlatilag meg két hete munkanélküli. Pusztai Zsombor vagyok. Most ez olyan, mint hogyha nálam kiírnak, hogy nekem amúgy az a nem, hogy Gergely, de kiírják azt, hogy Gergő. Ma nem ugyanaz, de mégse ugyanazért. Most a Dorottya meg a Dorka nem ugyanaz, csak ugyanabból ered, érted? Megvan, hogy ugyanaz? Na nézzük. Dorottya névnap. Dorka névnap. Dorka névnap. Ez február 6. Aha. Február 6 Dorottya napja, Dorka. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Na, tényleg ugyanaz. Oké. Oké. Okay. Tudtam amúgy, csak gondoltam, érted, megmutatom mindenkinek, hogy biztos úgy jártam, mert lehet, hogy valaki nem érti. Szóval gyorsan rákeresem. 25 éves és szabadúszó. A családi hátteremet tekintve, én édesanyukámmal és húgommal nőttem föl, tehát csajos közegbe. Úgy gondolom, hogy azért a lányokkal meg tudom értetni magam. Mandula Lisa vagyok, 23 éves, jelenleg tanulok filmrendezést, és a szüleim művészek, és művészek között is nőttem fel. Olá Orbánnak hívnak, Nógrád megyéből származom, Csagutaján környékéről, egy kis falucskából. 27 éves vagyok, tanuló, és mellette dolgozom. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék gazdasági területén dolgozom. Úgy jellemezném a személyiségemet, hogy van. Igazán rátermett, na, az már jobb. Biztos határozottság. Az embernek, nem jobb. Szeretek túlságosan a figyelem központja lenni. Szerintem mostanra egy fokkal lazább lettem, mint ahogy az egészséges lenne. Utálok otthon ülni, utálom, nem történik velem semmi. Segítőkésznek mondanám magam, indulatosnak. Elég mosolygós vagyok, szeretem a kihívásokat. Ah, mindenkinek olyan jó kedve van. Ezt mindjárt boxmatch lesz a végén, meg vitatkozni fognak, meg veszekedni.
Sziasztok! Ez a disputa. Egyen meg ez a izé! Mi van a veled show? Emlékeztek? Ki van itt azok közül, aki nézte a izét? A... még a no? A mi van a veled show-t? A műsorban vitázni fogunk. Nem veszekedni, hanem vitázni. Vitázni, oké, érezzük ugyanis, fontos, hogy a vita kultúrája eltűnőben van, és felváltotta a veszekedés és a konfliktusok. Nagyon sokszor egyszerűen nem tudunk túllépni a saját belögzőt álláspontunkon. Ennek a műsornak a célja megmutatni, hogy vitázni igenis jó dolog, és csak akkor tudunk előre haladni, hogyha megértjük az ellentétes oldalálláspontját is. Love, love. Ez egy játék, ami egyben maga a valóság is, hiszen olyan témákat dolgozunk majd fel, ami mindannyiunk életét érinti. Pontosan ezért nem szakértőket, hanem teljesen átlagos, hétköznapi fiatalokat kértünk fel, akik a műsor folyamán bizony kell, hogy érveljenek majd a saját álláspontjukkal ellentétes oldalon. Érvelnem kell a saját oldalam ellen. Ez amúgy nem hülyeség már, mint alapjáraton, hanem most hülyeségnek gondolhatnád amúgy. De ez amúgy nem hülyeség már, belegondolsz, hogy a vitáknak a legnagyobb problémája azért lesz belőle a veszekedés, mert nem érted meg a másik oldalt. És hogyha rákényszeríted, mint egy játék oldalról nézve, rákényszeríted arra, hogy próbáljon érvelni a másik oldalán, akkor lehet, hogy eszébe jutnak dolgok, hogy amúgy ja, lehet, a másik oldalnak is igaza van, és ja, így, hogy az ő szempontjából nézem, az ő szemszögéből nézem, hogy ja, lehet, hogy tényleg neki is igaza van. Ez amúgy nem hülye, ez big brain move. Ez big brain move. Ez csak mondom, hogy ez elég nagy big brain move. Csak mondom, ez szerintem nagyon okos. Diana. A versenyzőink sokszínűek, de mindannyian Z-generációsak. Három csapatba osztottuk őket. Ők a megálmodók, a megmondók és a megoldók, akik hétről hétre vitáznak majd egymással, ti pedig figyelemmel. De az Sori, mi az anyámért beszélsz velem te ilyen csúnyán? Ha? Meg miért ordibálsz? Én is fogok ordibálni! Disputának. Mi a faszom az a disputa? Na akkor nézzük meg a disputa jelentését. Disputa. Disputa, nem is magyarnak hangzik egyébként. Disputa, vita, vitatkozás lett, abból aztán egy nagy arka disputa, élénk heves szóváltás, veszekedés, veszekedés, vitatkozás jelent, oké. Okay. Kísérhetitek itt a csatornán. Ezt pont most csináltam, meg, szóval ez jó is lesz neked. Ja, azt hiszem azt mondja, hogy... Szia Zsombor, hány éves azt mondta, ő azt mondta, hogy tud beszélgetni a csajokkal, csak mondom. Én szerintem téged ismernek. Sőt, szerintem még egyszer egy online társkeresőn össze is meccseltünk. Jajjajjajjajjajj, ez kínos! Ő az a lány, aki ráírt rá, hogy de szia, dugunk! És akkor nem írt vissza, mert ugye nyilván ugye ennyiből nem akar, és akkor ugye mentél tovább. Ez kínos lesz. Csak nem írtam vissza. Nyilván. Hello! Szevasz! Sziasztok! Ciao, Dominik! Szia, Dominik! Egyébként nem jutatkoztam bele, majd mindjárt. Szia, Abigail, Orbán. Abigail. Szia. Dorka. Puszta is Orbán. Nem találkoztunk, szerintem. Te játszottál mindenkiben. Igen. Igen. Miben játszottál? Mindenki. De Kristóf rendezte egy Oscar-díjas film. Hát erről nem maradtam. Crazy! Benne volt egy Oscar-díjas filmben. Az amúgy nagyon volt, mert... Júj, ez nem társkereső műsor, Zsombor. Jó, nyugodjál meg. Nagyon szimpatikus volt, nagyon tetszett nekem. A kisugárzása nagyon jó volt. Ahogy megláttam a szép haján, ahogy a sejmes haján megcsillant a fény. Ott, hogy vele megegyezik a nézetünk, az értékrendünk, tehát mi fogunk tudni együtt dolgozni, köztünk nem lesz semmilyen ellentét. Noé? Én nem értem azt. Ez mi a játék, vagy miért dolgozni? És mit csinálsz? Mondom, mindjárt meg is munkás vagyok. Miért kérdezed titeket, hogy ti se tudjátok? Én egy hete mondtam fel, futár voltam egyébként. Első fehér. Ismerik, az első fehér étel futár. Ja. Ja, itt igen, belvárosban nem sok van. Ó, jön valaki. Ung Dani. Daninak hívnak, 27 éves vagyok, online tartalomgyártással foglalkozom. Ilyen 22-23 éves korom körül elkezdtem érezni azt, hogy most már én úgynevezett felnőtt vagyok, de ez nem igazán tudom, hogy mit jelent. Nagyon-nagyon sokat foglalkozom így a felnövés kérdésével, így az élet elején való ilyen eligazodás kérdésével, baráti kapcsolatokkal, szakítással, mindenféle ilyen olyan témával, ami ehhez köthető. Jogos. Valószínűleg úgy kell jól vitázni, hogy az ember azzal az alaptézissel megy neki az egésznek, hogy semmit nem tud a világról. Ez szerintem nem igaz, már nem az, hogy szerintem vitának pont úgy kell hozzáállni, hogy szerintem az én oldalam, az én gondolataim helyesek, de nyitott vagyok arra, hogy nem biztosak, és hogyha adsz rendes, okos érvet, amivel meg tudsz győzni arról, hogy nincs igazam, akkor elhiszem, érted? Vagy érted? Na, szóval itt a tudással kell, pont a vitára közé, hogy tudással kell belemennem.
úgy megyek bele, hogy én világtalan buta vagyok, akkor... Nagyon remek kis csapatunk lesz, aminek még a nevét is hallottam, az a nevünk, hogy Megálmodók. Kavaszkorobortokra néztem Megán. És bírtam őket, nagyon tudtam vele azonosulni, meg a humorával is, tehát én nem hiszem, hogy itt nagy problémák lesznek, mert hogy tökre hasonlítunk. Én rátok bízom, minden szóval. Double double szia! Hello! Bezavarhatok a beszélgetésbe. Gyere, ha mersz! Sziasztok! Zsonka Meres vagyok, 20 éves, budapesti vagyok, és sok mindenre foglalkozom. Keresem az inspirációt, keresem az új kihívásokat folyamatosan. Alpesi síelő vagyok. Közvetlen célom jelenleg, és a következő lépés a karrieremben, hogy a világranglistán a legjobb 150-be kerüljek. Más magyar színelő versenyző síelőnek nem sikerült még. Közben van egy YouTube csatornám, ahol most már sok-sok éve sznékerekről, utcasportcikról mesélek, és írtam is két könyvet az új generációról. Ezt a generációt szerintem lehetetlen egy dobozba bezárni és egyfajta kép leírni. A jó vita kulcsa szerintem egy paradoxon, hiszen amikor fentelsz és beszélsz, akkor 100%-ig biztosnak kell lenned abban, hogy az, amit mondasz, az egyetlen igazság, és senki nem láthatja ezt másképp. És te mennyi idős vagy? Hú, én 20 vagyok. 20. Vagyok 20. Én vagyok a legidősebb a csapatban, és fura érzés legidősebbnek lenni. 20 éves, ez nagyon elképesztő, hogy miket elért már. Aha. Na, hol a játék része? Az mi? Azok ilyen menő buborékok? Janka vagyok, már 27 éves. Alapvetően fizikusként végeztem. Szívem Kiska a tudomány népszerűsítése. Bemutatni a fiataloknak, hogy a tudomány szexi szeret. Kicsi, azt mondja, beírja valaki, hogy nyalom a lukat. Mi a fa? Miért? Miért írsz be ilyet, hogy nyalom a lukat? Érthető, és ugye mindennapi életünk része. Egy végtelen lelkes, kíváncsi, makacs ember vagyok, minden szépségével és nehézségével. Anyás, van ilyen YouTube csatornom Magyarországon? És dolgoztam az elmúlt évek során. Na, mi a neve? Ezt most vissza? Ez engem meskő érdekel. Molnár Janka. Még tanított is az ELTE-n, vagy ez hol... Aha! Ennyi? De nem izé? Nincs egy YouTube csati? Lapos föld bizonyíték, 100% bizonyíték. Disney Plus. Felnőtteknek. Baszom, ez a reklám! Na, anyád! Kupiság van, Ali, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és... Zsíros nem Jessica. Megijedni. Fizikusként végeztem, szívem csücske a tudomány népszerűsít, komfort, újat kipróbálni, újat felfedezni. Aha. Nagyon fontos számomra az, hogy pláne itt a műsorban is amúgy az egyéni a fizika, meg a kémia. Tudjuk hátratenni rossz, a csapat érdekében. Az iskolákban nem nagyon mutatják fontos be. Az, hogy ne annyira személyeskedjünk, pedig ha van rengeteg ilyen kémikus, mutatok nektek egy csatornát, hogyha éppen nem tudtok RR videót nézni, akkor kit nézzetek, hogyha nem is tudtok angolul, amúgy nem is olyan rossz, de úgyis, de hogyha tudtok, akkor még Neil Redd. Annyira jó, itt minden van, fizika, kémia, és annyira jók ezek a videók, hogy ezeket órákig tudnám nézni. Csak nyilván ugye nem tudja olyan gyorsan, mert ez azért sok idő kell, de nagyon crazy. Én nem szeretem ezeket. És akkor és kár, hogy nem mutatják az iskolában ezeket. A gondolatainkat a saját személyiségünktől. Szóval azt hiszem, a nyitottság, az őszinteség, az egyenesség nagyon fontos számomra. Azt hallottam, hogy ti már ismerkedtetek nélkülem és Zsomborról. Mit tudtok? Semmit. Szarták le. Elmesélt mindent a Zsomborról, kiadta az életét, de szarták le, tőle nézték, és aha. Jaj, Zsombornak hívják? Ja, azt még azt sem tudtuk amúgy. A csapatommal az első találkozásom elég mélyreható élmény volt. Nagyon különbözünk, mint a négyen. Úgyhogy itt mindenképpen lesznek nézeteltérések, nem azt mondom, hogy feszkók, hanem nézeteltérések. De szerintem ettől lesz izgalmas a munka. És te pszichológus vagy? Majd csak leszek. Nekem összes ismerősöm az lett belőlük pszichológus, akiknek van valami nagy traumájuk. Eléggé általánosításnak érzem, hogy mindenkinek van egy hatalmas traumája. Egy normális világban nem az járna pszichológus, az akinek traumája van. Én most olyan ebben vagyok, hogy mindegyik hülye. De én is voltam háromnál, és
Egy tetszett, az kidobott. Van ilyen? Van. Az első benyomásom az volt, hogy éreztem ezt a fajta emberségi kémiát, hogy itt nem lesz probléma abból, hogy most igen, így nézetelkedés lesz most a csapaton belül. Nyomi vagy. Na mindegy. Hogyan kell szerinted jól vitázni? Függ a vitának a témájától. Nagyon szeretek vitatkozni. Nem, a vitának nem függ az, hogy na, a vitának, hogy a vitát, hogy vitatkozásnak, hogy hogyan kell vitatkozni, ez nem változik attól, hogy milyen vitátoltok. Nem, amit érted, hogy a vitának mindig az a lényege, hogy tényeket közlünk, és tényeket közlünk, és az alapján mérjük fel, hogy kinek van igaza, vagy ha mind a kettőnek igaza van, mennyire van igaz, érted, hogy na, érted. Vitázni is. Illedelmesebb. Higgadtak megértően. Vagyunk, ne menjen át egy ilyen veszekedésbe, vagy egy... Ja, na, mindegy. A veszekedés és a vitatkozás az a között az a különbség, hogy a vitatkozás a témáról szól, a veszekedés meg egymásról. Szóval a vitatkozásban arról van szó, hogy nem, ez nem igaz ez a dolog, amit mondasz, szerintem, amit te mondasz, az hülyeség, mert szerintem így van. Pont. A veszekedés pedig úgy hangzik, hogy te hülye vagy, te fogyatékos vagy, azért mondod ezt, mert te egy gyökér vagy. Na, ez a veszekedés. Na, tessék. Ilyen drámába. Igazán jól képviselni valamit, valaki úgy tud, hogyha az ez a kettő között a különbség. Ő igazán egyetért. Én elég biztos vagyok abban, hogy az ellen kell majd érvelnünk, amivel amúgy egyetértenénk, tehát szerintem pont ez egy ilyen... Oda nézd, milyen cipőben van amúgy a WWT. Alul egy ilyen Timberland, oldalt egy babe cipő, felül meg egy ilyen elegáns cipő, ez ilyen triple in one. Plusz izgalomfaktor benne, hogy bele tudunk-e helyezkedni abba a szerepbe, amivel alapvetően nem feltétlen tudnánk vagy akarnánk azonosulni. Olyan hullány. Hát igen, meg szerintem nyilván, hogy az érzelmi szálat kivesszük, akkor sokkal értékesebb mondjuk egy érv. Mert hogy így, akkor így tényleg így megalapozottnak kell lenni, amit mondasz. Nekem elég emocionális így a vita kultúrán. Volt már tányér csak tudós vitáztak, én nagyon szeretnék egyszer valakivel, nem hogy mennyi angol szabad használok. Én is ilyen vagyok a kazuális, meg ezek. Én is olyan sokat használok ilyen angol szavakat, tudod, ez ilyen magyaros angol. Szóval angol szó, hogy magyarul beosztunk, csak magyarul mondod. Szóval, hogy kazuális, emocionális, meg ilyenek. Nem tudom, én is nagyon sokat használom, sokkal jobban ki lehet vele fejezni magad, szerintem. És hát nekem, aki sokkal többet hallom ezeket a szavakat, mert tehát magyar videókat, nem nézek inkább angolokat, ugye sokkal jobban tudom így kifejezni magam. Szerintem nem is az angol szó, de emotional, nem ezt mondom, hanem az, hogy emocionális. Casuális, nem casual, you know. Én egyszer nagyon szeretnék valakivel úgy összekedni, hogy így a tányérokat így csak. Mi a vita és a veszekedés között a különbség? Az, hogy a veszekedésben vannak érzelmek, a vitában nincsenek. Te mondod neki, és nem érted, hogy nem bírja megérteni, és az tényleg már bosszant, tehát beleviszed az indulatot, akkor nem tudsz te magad objektív maradni. De hogy érdekes dolgot mondom, mert szerintem ezt viszont az ellenfél csapatra is tökre lehet majd használni, hogy az érzelmékre hatni, és mondjuk most elmondani olyan mondatot. Ó, az lesz az feladat, hogy vitatkozni kell, de el kell érned, hogy a másik meg veszekedjen. Meg kell sérteni a másikat, a vitatkozni... Oh, engem miért nem hívtak el? Hát ez az egyetlen dolog, amihez értek. Felbaszni másokat. Miért nem... Anyás. Hát én vagy, elérettem volna erre a legjobb ember. Az én leszólóztam volna. Egyvén 30-ban is jöhetnek, érted? Bárkit felidegesítek. Vitatkozásban olyan hamar veszekedés lesz, mint az állat. Amivel az érzelméket befolyásoljuk, hogy a fiúknak az egóját például. Nagyon izgalmas és kihívásokkal teli csapat vagyunk. Az egó szerintem sokszor lesz kérdés és probléma csapaton belül. Csodálatos emberek, szeretem az őket, ego az olyan fontos de ebben. Nem lesz egy egyszerű menet. Meg nekünk együtt kell, majd érteni? Abszolút, abszolút, persze. Ha meg nem, akkor nekem van. Szerintem nagyon bátor vagy még három nő mellett ezt kijelenteni. Hát ilyen alapvetően egy nővel nőttem fel édesanyukámmal és hugommal. Hát tudom, milyenek azok a nehezebb napok. Meg szerintem nagyon sokat tanulunk majd tőled. Vagyis remélem mindenki akar a másiktól is tanulni. Te van mi? Engem az igazság nagyon érdekel. Hát ilyen, hogy adott dologról mindannyian ismerjük az objektív igazságát, akkor végében egyet fogunk érteni. Engem nagyon érdekel, hogy mi ez a műsor? Ez kezdődjön már, ez esküszt. Ezt annyira megy itt az izé, annyira titokzatos, hogy mi fog történni. Hát ez nem szeme, annyira mondják, meg hálkolják fel, nem tudom mi van, és már akarom látni. A subjektív igazságokat azt nyomták. De te tudtad az objektív igazságot, úgyhogy mindig le tudtad őket nyomni.
rendben vagyunk, de szerintem, ha mindenki akar. Hál' Istennek, hogy én vagyok, akkor mennyi. Hál' Istennek, hogy nálunk van, hogy jó, már kezdődik már a passzív agresszió. Látod, a csávó fejé már törli a fejét, törli a fejére az izzadságot, már kezdődik a passzív agresszió, amikor, ja, úgy, de jó, hogy nálunk van, mert te nagyon okos vagy, ugye már. Te vagy, hú, ez, Isten, köszönöm is, hogy nálam van a zsombor. Már kezdődik a passzív agresszió, már kezdődik a passzív agresszió. Nem lesz benne, ne, csak a bemutatkozás, ne! Mikor a következő rész, ami nem mondja részt. Van egyfajta ütközés, ez olyan személyiségű emberek, mint a zsombornak, az olyan személyiségű emberek, mint köztem. Egy konzervatív, liberális skálán, hova helyezed magad? Abszolút konzervatív. És... hát ő megkérdezték volna ezt, azt visszakérdezték, hogy mi a fasz jelent az a liberális, meg konzervatív. Nem vagyok se liberális, ez mi, library, mint a... nem vagyok könyvtár, sem, meg konzerv sem. Mi a faszom az a konzervatív? Mondjuk megijesztesz, hogyha valaki meg abszolút liberális. Nem. Liberális. Eltérő véleményeinkhez annyira ragaszkodunk, hogy nem tudjuk elfogadni a másik embert az ő ellentétes véleményével. A világnak szüksége lenne az érzelmi intelligencia. Én melyik vagyok? Tudok, segítsetek, én melyik vagyok? Liberális vagyok, vagy konzervatív? Konzerves. Aki ért hozzá? Írjátok meg, hogy szerintetek én liberális vagyok, vagy konzervatív? Egy kutya. Crazy. Helikopter. Konzerv. És ez mit jelent még egyszer, hogyha konzervatív vagyok, az mit jelent? Liberális vagy. Mi az a mit jelent még egyszer a konzervatív? Szarvas ember. Stem hal konzerv. Crazy. Liberális. Konzerv. Egy hónapos bélet a gymbe. Bársak az lehetnék. Én egy éves bélet szeretnék lenni. Feminista. Jó, van, most mondjátok el, mi a faszom? Komolyan nem... Nem, honnan az anyja? Jó, tudjátok, hogy passzátok meg, hogy nem segítettek. Nem tudom, mit jelent, hogy konzervatív. Konzervatív. Hát, nem segítetek. Ezt mi sem tükrözni jobban, mint Roger... Megfogom a definíció, mert így szólt. A konzervatív nem más, mint a megteremtett érték megőrzése, annak alapnak megóvása, mert építeni lehet. Szóval az, aki... Szóval a konzervatív az, akinek mit én nekem az a véleményem, hogy ha dagadt vagy, akkor csúnya vagy. Jó, sorry. De és én nem engedek el ebből? Ez azt jelenti a konzerv? A konzervatív az ilyen nem liberális. Aha, szóval az nem jutott az új dolgokra, értem. Hát én akkor nem vagyok konzervatív, kapjátok be, én full liberális vagyok akkor ezek szerint. Hát én full nyitott vagyok minden újdonságra. Kivéve a buzulásra nem vagyok nyitott. Ennek a fejlesztéséhez. Ebben a gyorsult információ rengetegben nagyon nehezen lehet rátalálni a belső fényre. Ezek olyan én központú kérdések, amiket tudom, hogy a szüleim generációja nem tett fel ennyi idősen, mint mi. Mm. Ez mondjuk jogos. Ja. Ugye az is egy kérdés, hogy talán a megvalósítás fókuszú kicsit önreflexívebb, az nem feltétlenül ez a felületes én központú megoldás, amit sokan gondolnak, hogyha azt mondjuk, hogy én központú. Ez egy ilyen felületes szó alapvetően, de hogy egyszer túl kell gondolni azt, hogy utána le tudjuk egyszerűsíteni, aludni. Sir! Simplify. Amen. Menjünk ki akkor? Ez az a helyszín, ahol a csapatok 6 vitán keresztül versenyeznek egymással majd azért, hogy a döntőbe jussanak. Amint láthattátok, megalakultak a csapatok, úgyhogy most következzenek ők. Nagyon örülök, hogy végre itt vagytok. Milyen volt az első találkozás? Nagyon jó volt. Jó volt? Nagyon jó. Nekünk sokkal jobb, mint kész. Zsombor, azért úgy tűnt, hogy elsőre egy kicsit, mintha megszepentél volna a nagynői túlerőtől. Jól láttuk? Hát, bevallom, szerintem örültem így ennek az anyátéknak. Persze, hogy ne örültem volna. Hát fia, igazából engem is össze lehet rögni a három nővel, mármint na, szóval igazából nincs a problémám az, hogy három nővel legyek egy csoportban, mármint na, el tudom viselni, érted? Mármint, hogy na, vitázni kell, hát akkor persze, hogy benne vagyok. Na, szóval igazából három nő, és miért ne? Hirtelen tudtam, hogy sokkorba is jöttem, de úgy gondolom, hogy fogom tudni kezelni, illetve a lányok nagyon rugalmasak, és meg fogom tudni mindent beszélni. Szimpatikusak a lányok, viszont Mandurával kapcsolatban azt érzem, hogy szöges ellentétei vagyunk egymásnak, és nem vagyok benne biztos, hogy kiegyenlíthetőek ezek az ellentétek. Amit ha nem tudunk kezelni, akkor belső feszültség lesz, és úgy nehezebb megoldani az előttünk álló feladatokat. Dia, szerinted a szélsőséges véleményeknek is van helye egy vitában? Érdekes kérdés, érteni vélem, hogy miért. Minden hang. De meddig lehet elmenni?
Mi a határ? Szerintem nagyon fontos az, hogy a másikat személyében ne sértsük, és hogy kulturált keretek között tudjuk egy medárben tartani a vitát, hogy konstruktív maradjon. Szerintem nagyon fontos a vitában az, hogy kellő nyitottsággal álljunk hozzá, és ne a győzelem legyen a fő cél, hanem a megértés. Azt korábban említettem már nektek, hogy nagyon szigorú szabályok szerint kell majd versenyeznetek, úgyhogy nézzük meg, hogy mik ezek. Minden vita alapja egy tételmondat, vagyis az állítás, amit megvitatunk. A csapatok csak közvetlenül a vita előtt tudják meg, hogy melyikük érvel majd a tételmondat mellett, és melyikük ellene. A négyfős csapatok tagjai felváltva szólalnak fel, mindenkinek beszélnie kell 2 percet. A vita a nyitással indul. A tételmondat mellett érvelő csapat egyik tagja definiálja az állítást, kifejti, hogy hogyan értelmezik azt, majd ismerteti a főbb érveket. Ezek után az ellenoldal első megszólalója reagál és felsorakoztatja az ellenérveket. Következik a tusa. Okay. A két csapat megszólalói egymás után reagálnak a korábban elhangzottakra és bővítik az érveket. Fél időnél az ellenoldal egy kérdésére kell spontán választ adniuk. Revan. Várjál! Szóval akkor van egy definíció, hogy megkap az egyik csapat. Az egyik csapat megkapja a definíciót, elmondja a definíciót, és arra mond 2 érvet. Oké, okay, jön a másik csapat, arra megint mond az ellenérvet, 2, és akkor volt utána? Van egy tusa, megszólalója reagál, és mond 2 érvet. Szóval van 2 érv. Következik a tusa. A két csapat megszólalói egymás után reagálnak. Erre a másik csávó válaszol, instant, és utána ez a csapat is instant kell válaszoljon. Fél az ellenoldal egy kérdésére kell spontán. Utána megint kérdésé, aha, oké. Választ adniuk. Revans. Egy újabb lehetőség a csapatoknak, hogy visszavágjanak. Hadd fejlítem most ilyen óvszernek, meg sikosítónak a leírását másolt ki és küldött be. Tök jó amúgy, hogy van a 6 millió. Ki összim, ezt helyre visszaküldted a gépet. Ki a faszom mondta, hogy visszaküldtem már a gépet? Ki mondta neked azt, hogy én visszaküldtem a gépet? Hogy ez már megtörtént? Ezt melyik mondta neked? Ki? Ha tudsz egy embert mondani, aki ezt mondta, azt mondom oké. Ki az anyám mondta, hogy már vissza lett küldve? Én! Küldd be a videót! Küldd be a videót! Küldd be a videót! Küldd be! Küldd be a videót! Küldd be a videót! Azt mondom, hogy vissza lett küldve! Mondd azt, küldd azt a videót, azt a részletet, ahol azt mondom, hogy vissza lett küldve, hogy már vissza van küldve. Ennyi az egész. Hülyék vagytok, baszd. Jó, nem? Újabb érveket sorakoztassanak fel, majd szintén válaszolnak egy kérdésre. A sumában az utolsó megszólalók összegzik az érveket és a cáfolatokat, majd lezárják a vitát. A disputát az esküdtszék értékeli a következő szempontok alapján. Struktúra, stílus, interakció, tartalom és érvelés. Az a csapat nyer, aki a legtöbb pontot kapja. Mit szóltak ahhoz, hogy kell majd olyan pozícióban is érvelnetek, amivel egyébként nem értetek egyet? Szerintem izgalmas lesz nagyon, mert nyilván amivel egyetértünk, amellett sokkal könnyebb érvelni, meg pont kicsit ez a lényege a műsornak, hogy átgondoltabb, meg nem tudom, megalapozottabb érveket kell hozni. Van, aki úgy érzi, hogy ez neki nagyon-nagyon nehéz lesz. Szerintem egyébként senki nem csinálta még azt, hogy olyan dolog ellen érvelt, amit nem mondjuk egyet értene, vagy fordítva. Szóval szerintem ez mindannyiunknak egy új dolog, és nehéz dolog lesz egyben. Majd nagyon nehéz sokszor kilépnünk a saját véleménybuborékunkból, és ezért nagyon nehéz megérteni a másikat. Én amúgy szeretek így érvelni, neked vannak olyan barátaid, akik teljesen az ellentétét gondolják. Mert átlátod a másik oldalt. Hát, ha a világról nem is, akkor attól függetlenül vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, de azt érzem, melyik hogy csaj? Nem tudom. Tök izgalmas dolog, hogy attól függetlenül nagyon jó barátok vagyunk, és ezekben a témákban mindig tudunk beszélgetni. Bahre. És szerintem az nagyon veszélyes, ha az ember olyan emberekkel veszi magát körül, akik pont ugyanolyanok, mint ő, mert a végén elhiszi, hogy az az igazság. Az egyetlen igazság. Az egyetlen igazság. Jönkenek az egész belépés. De nekem ilyen problémám nincs. Én csak olyan emberekkel vagyok körül, akik szerint mindenki szerint hülye vagyok, és semmi nem igaz, amit mondok. Én pont az ellentéte vagyok. De nekem nincs egy olyan ismerősöm, aki az én oldalamon áll. Na, én pont az ellentéte vagyok. Ez azt jelenti, hogy egy jó társaságban vagyok. Nem nagyon szimpatikus volt nekem. Azt éreztem, hogy bármit mondok, ő így értette, és teljesen egy hullámhosszon voltunk. Nagyon ritkán sikerül olyan emberrel beszélnem, aki teljesen mást gondol a világról, mint én, és mindig nagyon-nagyon élvezetes. Szerintem elég csak hallgatózni.
Így nem komolyan. Így a villamoson, egy kávézóba ülj le egyedül, csinálj úgy, mintha olvasnál, és hallgass, hogy az emberek miről beszélnek. Egyébként engem néha én örülök, hogy Dani téged így lelkesít, meg így érdekesnek érzed. Én nagyon sokszor elkeserítőnek, és azt érzem, hogy jaj, de jó, hogy nem tudom, hogy milyen emberek léteznek, és ez lehet, nem hogy én nagyon de, gonosz vagyok. De ez azért van, mert az ellentétes véleménynek a buta verziójával találkozol, valószínűleg azért, mert az ismerősöd azt osztotta meg. Csapatvezetőként valószínűleg az lesz a legnagyobb kihívásom, hogy legyek annyira biztos a dolgomban, hogy így összefogjam ezt a csapatot. Több olyan dolgot dob fel, amivel egyáltalán nem értek egyet. Nem fogok hazudni, tettem azért, mert hogy meg akarom érteni, hanem kb. Úgy, mint Tani, tehát hogy engem ez szórakoztat. Ilyen, ezeket így nézem, és megmutatom a barátaimnak, és együtt nevetünk. De én mindig azt tapasztalom, hogy legalább egy dolgot elviszek utána abból magammal, amit gondolkodom, és utána meg szoktuk ezeket vitatni. Na jó, látom, hogy véleményetek az van a témában, ennek nagyon örülök. Mit gondoltak a vitakultúra helyzetéről? Abból tudok indulni, amit saját magamon tapasztaltam, és az, hogy a legtöbb ember az emocionális minden témában, és ez nyilvánvalóan egészségtelen és káros egy vita környezetben. Meg az, hogy egyszerűen nem tudjuk elfogadni, hogy lehet olyan, hogy te gondolsz valamit, a másik gondol valamit, meghallgatjátok egymást, lehet, hogy hatással vagytok egymásra, fejlődtök általa. Nem érek fél milliót, nyugodjál de meg. De hogy a vita nem az nem feltétlen az az eredmény, hogy valaki belátja, hogy győztél, harap ketté a nyakamat, hanem csak az, hogy fejlődök a te gondolataid által, több lettem és kész, ennyi. Én ezzel maximálisan egyetértek, mert szerintem a vitáknak sem feltétlen az a lényege, hogy megszülessen az objektív igazság, mert egyikünknél sincs ott a bölcsek köve. Arra is jó, hogy vita, hogy te Harry több nézőpontot kapjál, jobban bele tudjál gondolni, hogy a másik ember hogy gondolkozik, és minél több gondolkodásmódot megismersz, annál gördülékenyebben és könnyebben fogsz tudni ismerkedni és elhelyezkedni az életedben. Nézzük akkor meg, hogy ki lesz az a két csapat, aki elsőként vitázik majd. Izgultok? Én izgulok. A két csapat, aki elsőként vitázik majd, Ciri. A megálmodók és a megmondók. Az első vitánk a megálmodókkal lesz. Nem tartok ettől a vitától. Lássuk, hogy mi lesz a vitának a témája. Na, tétlen most! Mondod, így hangzik, a jó párkapcsolat monogám. Adom! Miért én arról akarok vitatkozni, jó Isten? Jaj, erre annyit lehetne! Én bármelyik oldalra teszem, tudom, hogy ez pitig feksz, érted? Mint egy lámúj köpködném az igazságot, érted? Így köpném az igazságot, érted? Mindenkinek az arcába. Ti jó ég! Úristen! 1v1-ben, és 1v30-ban kapna mindegy. Ez szubjektívan használható tételmondat, könnyű érvelni mellette és ellene is. Mindenhol lehet. Mindenhol. Barátom, ő egy muszlim kultúrából jön, tehát náluk a poli... Ellene érvelni? Vagy szerintem a jó párkapcsolat monogán ellene érvelni? Alapjáratom, minden fasznak kell neked párkapcsolat? Ha olyan szavakat használsz, hogy monogán? Mi a fasz, hogy mit jelent az, hogy monogán, érted? Szerintem az hülyeség. Szerintem kitalálta ezt szót. Azt mit jelent? Szóval ezért nem igaz. Tessék, itt az ellenérv. Gámia az egy ilyen nagyon bevett szokás. Folyamatosan változik a véleményem is ezzel kapcsolatban. Én nagyon örülök, hogy mi nem vitázunk, bár nektek lesz egy vitával több tapasztalatotok, amikor majd velünk álltok levitázni, de hú, nem irigylem a ki. Én amúgy örülök neki kifejezetten, mert nekem van érvem mindkét oldalra. El tudnád képzelni, hogy egy nem monogám kapcsolatban élsz? Easy. Hát mindenki elképzelte. Nem? Easy. Na, no, kezdődik, ott a kezdődik. Én ezen már gondolkodtam többször is. Azt nem, mindenki elképzelte. Azt ez mondták hazug. Sokan, hogy ők ezen még nem gondolkodtak. Geri, mi a véleményed? Meg melyik oldalon érvelnél szívesebben? Hát ezt most így nem mondanám el. Megtartom magamnak, de én is így vagyok vele, hogy mindkét oldalon van jó kis érvrendszer, úgyhogy ez egy izgalmas téma lesz. Pont azért örülök ennek a műsorban. Mikor jön az első rész? Hogy halljuk mást, és kicsit tágítsam a saját spektrumomat is, mert tudom, hogy semmi sem ilyen egyszerű.
Azt, hogy melyik csapat melyik oldalon érvel, azt a vita előtt fél órával tudjátok majd csak meg. Jó felkészülés addig is. A következő adásban a két vitázó csapat ellátogat majd a témában jártas emberekhez, hogy mindenféle álláspontot megismerjenek. Te írd meg kommentben, hogy mit gondolsz a tételmondatról, és hogyha szeretnéd, hogy fejlődjön a vitakultúra, iratkozz fel a csatornára, és kövesd a Jövő Álló Akadémiát a social media felületeken. Jövő héten találkozunk. Jövő hét? Ez mikor rakták ki? 3-án rakták ki. Hát majdnem eltelt egy hét, srác! Hol van a Vidi? Jó Vidi volt.